A szabadkai Spartakus pályaválasztóként 4-1 arányú győzelmet aratott a Nisi Radnicki felett, és ezzel megszerezte első sikerét az idei bajnokságban. Kapufákkal kezdődött a meccs, a 10. percben a vendégek közül Bilic, a 20. pedig a hazaiak közül Despotovics volt pontatlan. Ami akkor nem sikerült neki, bejött a 29. percben, mivel az Adamovics feletti szabálytalanságért megítélt szabadrúgást változtatta szépségdíjas góllá. Despotovics az 55. percben Puskarics beadása után második góljával 2-0-ra növelte a szabadkaiak előnyét. A 78. percben Torbica szabadrugása után Novakovics kapásból küldte a hálóba a labdát 3-0. A gólpassz után Torbica jómaga is feliratkozott a góllövők listájára, mivel a 81. percben Adamovics buktatása után értékesítette a megítélt 11-est. A 4-1-es végeredmény a 85. percben alakult ki, amikor Pejcsics belőtte a nisiek becsületgólját. A szurkolásról pedig a többiek is példát vehetnének, ugyanis a két klub testvéri drukker csoportjai együtt szurkolták végig a meccset.